elmúlt néhány hónap bezártsága után bárkivel találkozik az ember, olyan rég látott ismerősnek tűnik, és rögtön azt kérdezi meg, hogy hogy telt az elmúlt pár hónap, hogyan viseltétek a bezártságot, mi történt? Az első egy-két hétben minden reggel úgy ébredtem fel, hogy ez az egész csak egy rémálom, és hogy mindjárt vége. Aztán ahogy teltek múltak a napok, a hetek, illetve a végén már a hónapok, sajnos rájöttem arra, hogy nem fogok felébredni ebből a rémálomból, mert hogy ez a valóság. Azért azt fontos tudni, hogy mi édeskettesben voltunk a kisfiammal, és vagyunk is, úgyhogy nehéz időszak áll mögöttem, de olyan érdekes, mert most, ahogy egy picit látom az alagút végét, vagy ahogy azt érzem, hogy talán javul az állapot és a helyzet Magyarországon, én meg képzeld el, mintha még erősebb lennék, mint voltam. Amikor figyeltem a híreket, és láttam, hogy Olaszországban mi történik, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy a te kisfiadnak az édesapja, ő ott van Olaszországban. Azt nem tudom, hogy melyik városban él, vagy hogy érintette őt, és akkoriban, hogy nem is tudtam, vagy nem mertem megkérdezni, tartjátok a kapcsolatot? Nem ápoltunk eddig jó kapcsolatot az apukával, nem tudtunk soha dűlőre jutni. Amikor már Rómában is nagyon nagy volt a baj, akkor volt egyszer egy beszélgetésünk az egyik este, és ő kérdezte meg azt egyébként, hogy és Ágnes, te hogy vagy? 6,5 év alatt még soha nem kérdezte meg, mindig csak a gyerekről kérdezett. És képzeld el, hogy elsírtam magam a kérdésen, mert elmondtam neki, hogy egy koronavírus kellett ehhez, hogy megkérdezd, hogy én hogy vagyok, aki a gyerekedet nevelem. És ez egy nagyon hosszas, komoly beszélgetés lett egyébként, őszintén megbeszéltünk sok mindent, jelenleg normálisan tudunk beszélgetni, e-mailt küldök neki, a gyerekről videókat, napi szinten beszéljük meg, hogy hogy vannak, és ami a legfontosabb, ő is jól van Rómában, a nagyszülők is jól vannak Rómában, és az egész olasz család jól van odaként. Nagyon tanulságos, hogy bárkitől megkérdeztem az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy hogy van. Mindig a válasz része volt az is, hogy átértékelte a dolgokat, hogy a dolgok helyükre kerültek, máshova kerültek, máshogy éli az életét. Ezt én is ugyanígy elmondhatom. És általában ilyenkor jön a következő kérdés, hogy de hogyan készítetted fel az immunrendszeret, hogyan vártad a betegséget, mert ilyenkor az ember mindig belegondol, hogy talán én is elkaphatom. Januárban, a tél végén volt egy nagyon furcsa tulajdonképpen 2-3 napom, ami egy egyszerű hétköznap estével kezdődött, semmi bajom nem volt egész nap, és estére olyan furcsa dolgot éreztem, amit előtte sem és azóta sem egyébként, a mai napig nem tudom, hogy mi ment akkor keresztül rajtam. Egyik pillanatról a másikra elkezdett rázni a hideg, belázasodtam, a torkom is fájt, de ami furcsa volt, a gyomrom is egyébként, illetve ilyen végtag zsibbadásaim, fájdalmaim voltak, és itt nagyon megijedtem egyébként. Mosolygok most már rajta, de szerintem ezt az egészet Szebeni Pistinek köszönhetem, akivel előtte még talán decemberben egy forgatáson találkoztunk, sokat beszélgettünk, és mesélte, hogy nagyon sok mindent elkapott, allergiás volt, stb., és hogy ő belekezdett egy nagyon jó immunerősítő kúrába, ami egy gyógynövényekből álló kúra, és hogy neki segített. És ő hívta fel a figyelmemet erre, hogy próbáljam ki én, és higgyem el, hogy jó lesz. Hittem neki, beszereztem a gyógynövényeket, használt, dolgozott, ennek köszönhetem, hogy 2 nap alatt meggyógyultam. Ez a kúra, amit én alkalmazok a mai napig egyébként, ez több gyógynövényből áll. Az egyik gyógynövény, ami számomra tényleg nagyon fontos, gyakran fáj a torkom, és gyakran vannak fülfájásaim is. Például az egyik gyógynövény a felső légúti megbetegedéseket akadályozza meg, de hogyha már például megbetegszem, akkor gyorsítja a folyamat lejátszását, tehát gyorsabban végigmegy rajtam. A másik, ami szintén érdekes, hogy van egy olyan gyógynövény, ami közel 1000 vírust és baktériumot próbál lefékezni, tehát veszi fel a harcot ezekkel a baktériumokkal. És van egy olyan gyógynövény még, aminek a hatására a csontvelőből még több fehér vérsejt jön ki, ami aztán végképp nagyon-nagyon fontos az immunrendszerünkhöz. Ez is egy érdekes dolog, a gyógynövények erősítik egymást. És én biztos, hogy ennek a kúrának köszönhetem, hogy ennyire gyorsan átszaladt rajtam tulajdonképpen ez a valami, mert hogy a mai napig nem tudom, hogy mi volt ez, illetve hát 1-2-3 babonás vagyok. Én az elmúlt 2,5 hónapban, amióta Magyarországon is itt van a koronavírus, egyáltalán nem voltam beteg, nem fájt a torkom, nem fájt a fejem, nem fájt semmim. Azt tudom mondani, hogy tök egészséges vagyok.